Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Matuska Barbara vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Matuska Zsolt vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik hetes szintű vezető házaspárja. A mai képzés két részből fog állni. Egy tudatosságfejlesztő üzleti bemutatóból, továbbá egy ember és életjobbító coach képzésből, szünettel együtt körülbelül 3,25 órát fog igénybe venni. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Nekem a PPH előtti foglalkozásom földmérő volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Békésabban élek feleségemmel, és van egy közel 3 éves kislányunk. Nekem a PPH előtti foglalkozásom fogászati asszisztens volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk a közös cégünkben. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, emberek fejlesztésével, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg azokra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és az emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, vezetőnket, szervezetünk alapítóját, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Mondok példát, jó? Nem tudom, ki mennyire tud erről, hogy van a WHO, tehát WHO, és 2016-ban kiadott egy olyan iránymutatást, hogy egy járványt nem lehet úgy kezelni, hogy maszkozni kell az embereket, meg karanténozni kell az embereket. Ezt 16-ban adta ki. Azóta lecserélődött a vezető. A vezető egy olyan ember lett, aki hát akármilyen hihetetlen, ilyen dél-amerikai ilyen elnyomó szervezet, ilyen terror szervezetnek a vezetője volt. Az lett a WHO elnöke. Na most, ő meg teljesen más utasításokat adott ki. Tehát például, mikor a Covid
beindult, ezt tudjátok mikor indult ki, vagy be, 2019, hát nem, Kínából. Kínában 2019, hát olyan november, december, így van. És ha valaki figyelte a médiát, akkor ott már maszkozás volt, karanténozás volt, stb. Stb. Már akkor. Ez a faszi, ez lement, ugye ez a WHO vezető, ez fogta és elment Kínába, még akkor. Megnézte, hogy a kínaiak mit csinálnak, és azt adta ki, tehát útmutatásként a többi csatlakozott, tehát a WHO-hoz csatlakozott országnak. Hogy azt kell csinálni a járvánnyal, amit a kínaiak csináltak. Ezáltal, amikor nálunk beindult a járvány, akkor a WHO útmutatásai alapján jártak el. És az azt jelenti, hogy ugye az volt az útmutatás, hogy karantén, maszk, stb. Stb. Na most de tudni kellene ezzel kapcsolatban, hogy Kínában, amikor ezt csinálják, vagy csinálták, az egy a világ egyik legnagyobb diktatúrája. Tehát úgy értve, hogy legszigorúbb diktatúrája. Tehát egy nem demokratikus, hanem diktatórikus országban csinálták a karanténozást, a maszkozást, és azt a diktatórikus intézkedéseket vezették be a demokratikus országokba. Na most, annyit érdemes tudni, hogy megint a nyártól elkezdtek kidolgozni iránymutatásokat a következő járványra, amit elkezdték odaadni ezeket az iránymutatásokat az országoknak, a napokban kell visszaküldeni ezeket az iránymutatásokat az országoknak, tehát most a napokban, tehát december 2-ig vagy hogy, és ha úgy látják, hogy nem emelnek kifogást, akkor aláíratják velük. Ami azt jelenti, hogy ha megnézitek, ugye azt mondják a szakemberek, hogy ugye a WHO iránymutatásai nem kötelező érvényűek, de furcsa mód mégis a COVID-19-el minden ország, hát majdnem egy az egyben követte az iránymutatást, a Magyarország egy az egyben gyakorlatilag. Szóval ha megnézitek, akkor ez egy iránymutatás, tehát nincs szankció, hogyha nem követik, akkor mi lesz, mert nincs semmi ilyesmi, de az országok egy az egyben követik ezeket az iránymutatásokat. És ezek az iránymutatások még szigorúbbak, mint a 2019-es iránymutatás volt. Oké? Tehát még szigorúbb. Na most nagyon érdekes, mert már a média elsősorban nyugaton ugye elkezdte, hát már ugye októbertől elkezdte nyomatni, hogy jön az új járvány, már mindenféle nevet is kitaláltak, Magyarországon is volt erről szó, már hogy jön majd az új járvány, ott nálunk még neveket nem mondtak. De megint nagyon furcsa dolog történt, hogy abban a pillanatban, amint kitört az izraeli háború, eltűnt a járvány. Ugyanúgy, mint az előző időszakban, ugye amikor, hát Putyinnak Nobel-díjat kellett volna adni, azt én mondtam akkor, mert a Putyin, ahogy elindította a háborút, azonnal a Covid az megszűnt. Igen, 24 óra alatt eltűnt a Covid. Így van.
Hát most ugye a Hamasnak kellene Nobel-díjat adni, mert azonnal eltűnt az újabb járvány. Úgyhogy lehet drukkolni, hogy az háború minél hosszabb ideig tartson, illetve a háborúk, hogy ne, mert az ugye nem érint annyira minket, szabadságjogok tekintetében közel nem érint annyira a háború minket, mint ugye ezek a WHO előírások, na most olyanokat írnak elő, csak hogy tudjátok, hogy az egész országot kötelezően be kell oltani, és az összes országban, ami a WHO-nak a tagja, na most kik a WHO tagok, akik az ENSZ-nek a tagjai. Oké? Az pedig 193 ország. Oké? Hogy azok kötelezően oltassák be az összes állampolgárt, és aki erre nem hajlandó, azt rakják be táborokba. Oké? Ugye annak idején, mikor építették a nagy stadionokat, akkor már volt erről szó, hogy a stadionokat azért építik, mert Chile, a Pinochet rezsim bebizonyította, hogy milyen jól lehet egy pár katonával egy stadionban több ezer, vagy akár több tízezer embert bezárva tartani és kontrollálni. Oké? Na most, ha megnézitek az új stadionokat, azok úgy vannak megcsinálva. Tehát úgy vannak megcsinálva, hogy mit tudom én, egy pár géppisztolyos azt tudja felügyelni az egész stadiont. Jó? Tehát egyébként Amerikában már réges-rég létrehozták a FEMA táborokat. Tehát még már réges-rég. És a FEMA táborokban ott vannak a koporsók előre elkészítve. Nem vicc, ez komoly. Jó, tehát érdekes világban élünk, ezt most csak azért mondom, mert az emberek ezekre nem nagyon tudnak. Mert nem néznek utána. Nem néznek utána. Tehát ez a WHO, utasítás vagy ajánlás, ez gyakorlatilag, ez egy tény, tehát ennek utána néztek emberek, érted? Konkrétan lefordították ezeket. Parlamentünkben történt ezzel kapcsolatban felszólalás. A miniszterelnökhöz történt felszólalás, és a miniszterelnök válaszra sem méltatta ezt a felszólalást. Tehát Orbán Viktor miniszterelnökünk válaszra sem méltatta ezt a felszólalást. Tehát az, hogy ne írjuk alá. Tehát ne írjuk alá. Hát persze, hogy nem, mert ugye Orbán Viktorunk az egy az egybe követte az előző utasításait vagy ajánlásait a WHO-nak. Tehát mondom, a WHO jelenlegi vezetője az egy elnyomó. Oké? Szó szerint egy terrorista elnyomó. Jó? Tehát egy szadista elnyomó. Egy szadista. És a végzettsége az nem orvos, hanem járványügyi szakember. Tehát járványügyi szakember a végzettsége. Oké? Tehát nem orvos. Szóval érdekes világban élünk, akkor ugye van egy másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy elég nagy törekvés van itt az Európai Unióban arra, állítólag már van olyan ország, ahol be is vezették, hogy kivonják a forgalomból a pénzt. Tehát a pénzt.
állítólag Dániában már kivonták a forgalomból. Hát azok tudnák ezt megmondani, akik Dániában élnek, magyarok. Tehát állítólag kivonták. Azt tudom, hogy van olyan ismerősöm, aki Dániában dolgozott, és mondta, hogy gyakorlatilag ott már alig volt szinte semmi készpénzforgalom, nem volt már ezelőtt évekkel. Ők évek óta haza költöztek, és már akkor gyakorlatilag nem igazán volt készpénzforgalom. És hogy állítólag ott már beindult ez a dolog, hogy kivonják a készpénzt. Na most, ugye mi ezzel a gond, hogyha kivonják a készpénzt? Tehát először is ott kezdődik a dolog, hogy ugye a 90-es években hallottam ilyenről, 90-es években, egy rokonunk kiment Kanadába, és ugye a fia utána ment, tehát ő kiment 80-as évekbe, és a fia utána ment vendégségbe, tehát meglátogatni a 90-es évekbe. És ott volt kint 3 hónapot, utána hazajött, tehát látogatóba ment csak az anyjához. Hazajött, és ő, az édesanyja olyan területen lakik, Clevelandben, ahol gyakorlatilag meg se tanult angolul, mert mindenki magyarul beszél ott azon a részen. De szó szerint. Tehát kint élt 40 évet, és nem tudott angolul, érted? Mert mindenki magyarul beszélt ott. Tehát a boltosoktól kezdve mindenki. Az egész város rész az magyar. És kiment a magyarokhoz, és ott volt kint 3 hónapig, és nyitottá vált az olyan dolgok iránt, amiről most fogok beszélni. És ott volt már az amerikai magyarságban akkor beszélve, hogy milyen tervezetek vannak a jövővel kapcsolatban. Például már a jelenben, akkor a 90-es években úgy működött, hogy kiment valaki mondjuk Közép-Európából, egy kinézett ember, akit kinéztek maguknak, kiment, kivitték tanulni, és úgy jött haza, hogy egy olyan bankkártyával, amin nagyon sok pénz volt. Érted? Tehát magyarul kapott egy bankkártyát. Érted? Nyilván valamiért kapta ezt a bankkártyát. Oké? Tehát ő neki meghatározták, hogy milyen szerepet kell betölteni, és gyakorlatilag arra kapott bankkártyát. Erről a 90-es években beszéltek. Na most, ha csak úgy lehet adni az embernek egy bankkártyát, amin bármekkora pénzösszeg van, nagy, nem kicsi, akkor ha neked bankkártyád van, a bankszámládról bármikor levehetik a pénzt. Te ezzel kapcsolatban még nem láttál filmeket? 2 ilyen filmünk is van fönn a weboldalunkon. Film van fönn a weboldalunkon. Ha fogták, és puf, megszűnt a bankszámlája. Tehát az azt jelenti, hogy nem volt rajta pénz. Oké? Tehát gyakorlatilag bárkit a jövőben el lehet lehetetleníteni úgy, hogyha csak úgy van pénze, hogy bankszámlán. Oké? Na most, hát ha ezt végig gondoljátok, akkor gyakorlatilag ezzel a két dologgal, amiről most beszéltem, a teljes szabadságjogokat így semmissé lehet tenni. Érted? És az emberek pedig úgy működnek, mint a lovak, érted? Vagy mint a vaklovak. A
vakló, érted? Ugye egy vaklovat oda kötnek a izé köré, és akkor megy körbe-körbe, és hajtja, mit tudom én, azt a szivattyút, érted? És akkor ezt csinálják az emberek. Ilyen átmennek ilyen vaklóba, és azt gondolják, hogy nem lesz ilyen. Miért? Gondoltad volna mondjuk az 1000 vagy a 2000-es évek első évtizedébe, hogy lesz egy ilyen fajta működés, ami 2020-tól elindította? Gondoltad volna? Hogy nincs semmi vész, érted? És akkor szó szerint semmi vész, és fogják és karanténba helyezik az embereket, otthoni karanténba. Érted? Nincs semmi vész, és akkor mit tudom én, este 8-ra mindenkinek otthon kell lenni, és 6-kor mehet el otthonról, érted? Tehát gondoltad volna ezt mondjuk a 2000-es évek első évtizedében? Vagy gondoltad volna ezt az első két évtizedben, mondjuk 2019-ben gondoltad volna, hogy ez lesz? Hát most megnézed, sorba csinálják azt, hogy nekünk bankszámlánk 84 óta van, céges bankszámlánk 93-tól van. Soha nem volt olyan, amik most vannak a bankoknál. Tehát mi vannak a bankoknál? Tehát mindig volt olyan, hogy átálltak valamilyen új programra. Vagy programfejlesztés volt, mindig volt ilyen. Hát persze a bankoknál kellett, hogy legyen, hát tudjuk jól, ha valaki informatikával foglalkozik, akkor kell olyan, hogy fejlesztés. De soha nem volt olyan, hogy mondjuk nem lehetett utalni. Soha nem volt olyan, hogy nem érkezett meg az utalás a bankszámládra. Tehát gyakorlatilag nem fértél hozzá a bankszámládhoz. Érted? Soha nem volt ilyen. Most az elmúlt egy évben már elsősorban a nagy bankoknál, de sorba egymás után a bankoknál csinálnak ilyeneket, hogy 2-3 napig gyakorlatilag semmit nem tudsz csinálni a bankszámláddal. Semmit. Max annyit tudsz, hogy tudsz kártyára vásárolni. Ennyit tudsz csinálni. De semmi többet. Tehát például mondjuk, hogyha a limitet akarnád átállítani, valószínűleg még azt se tudnád. Annyit tudnád csinálni, hogy letiltani. Soha nem volt olyan, hogy mondjuk eurószámla, van eurószámlánk is, céges eurószámlánk, és 4,16% a havi számlavezetési díj, és fogják és levonjanak 4160 eurót számlavezetési díjként. A 4,16 helyett 4160 eurót. A 4,16 helyett. Soha nem volt ilyen. Persze hiba, tök mindegy, akkor se volt ilyen. Tök mindegy, hiba vagy nem, akkor se volt ilyen. Tehát, ami azt jelenti, hogy nekem ez gyanús. Micsoda? Hát az, hogy mi az, hogy fogják és nem működik a bankszámlád, érted? Mert senkinek nem működik, nem egy embernek, hanem az összes ügyfélnek nem működik a bankszámlája, érted? Mit tudom én, 2-3 napig. Soha nem volt ilyen. Soha. Érted? Tehát kismilliószor átálltak. Ráadásul nem is egy banknál volt már bankszámlánk, meg most se egy banknál van, a magán meg a céges, hanem két különböző banknál, és akkor ezt csinálják a bankok. A Covid mikor elindult, azonnal mondtam azt az első előadáson, hogy tesztelik a lakosság tűrőképességét. Nekem ugyanez van ezzel kapcsolatban a bankszámlákkal is, hogy tesztelik a lakosság tűrőképességét. Érzékenyítés. Ami azt jelenti, hogy a lakosság az
Érdekes, hogy nem megy kint tüntetni, mert hogy mondjuk 3 napig nem fért hozzá a bankszámlájához, érted? Érdekes mód. Pedig ez most egy teszt. Na most az OTP már másodszor fogja megcsinálni. Például, hogy a bankszámlához nem lehet hozzáférni, érted? Tehát nem lehet küldeni róla, nem lehet. Tehát nem lehet ráutalni, nem lehet róla utalni. Már másodszor fogja megcsinálni. Tehát, és nem pár órát, hanem napokat nem lehet hozzáférni, érted? És akkor kiküldi minden ügyfélnek a levele, hogy ekkor, nyilván előre kiküldik időben, hogy ekkor, mit tudom én, ezeken a, tehát egymás követő 3 nap, vagy 2 vagy 3 napon keresztül, már nem tudom pontosan, nem lehet hozzáférni. Na most, tehát ezt ilyen, tehát úgy látod, hogy és akkor mi van? És akkor mikor, mit csinálsz? Akkor azt mondják majd először, hogy hey, jó, kedves ügyfeleim, most 1 hónapig nem fértek hozzá. Na, mit csinálsz? Jó, vagy azt mondják, hogy hát végérvényesen nem férsz hozzá. Akkor mit csinálsz? Na most gondold végig, mondjuk, hogyha mondjuk 4100, tehát 4 euró 16 helyett 4160-at levonnak, és ezt mondjuk megcsinálják 10 000 ügyféllel, az ennyi pénz? Oké? Okay. Jó, utána visszarakják, és kiviki az a 2 napos vagy 1 napos kamat? Nem rakták vissza ugyanazzal a valutanappal. Nem, bizony. Nem. Hanem 1 nappal később rakták vissza. Oké? Okay. Így van. Tehát az egyik nap levonták, a másik nap rakták vissza. Oké? Okay. Tehát, és ezt így lehet ilyeneket csinálni a mai világunkban. Érted? Tehát mire való a pénzügyi szervezetek állami felügyelete? Mi az, hogy... Nincsen? És az megszűnt, az MNB vett át az egy teljes ellen. Akkor mit csinál az MNB, érted? De ilyen esetekben, hogy mikor azt mondják, hogy jó, akkor 3 napig nem lehet hozzáférni a számlához. Ilyenkor büntet? Ki van csukva. Pedig az lenne a dolga. Oké? Okay. Tehát gyönyörű világkilátásunk van, hogyha megnézed. És ezt mind amiatt lehet csinálni, nézzük mi miatt. Amiatt, mert van egy általános elbutulás a világban. Tanultam annó annak idején, hogy ugye az emberek akkor nem boldogok, ha elnyomják őket. És ha ezt jól csinálják, ezt az elnyomást, akkor az emberek a hangukat se hallatják. Tehát nem az lenne a lényeg, hogy kimenjenek tüntetni, érted? Mert oda elég, tehát hogyha sok elbutult ember kimegy tüntetni, akkor kell oda 1-2 hangadó, és akkor már törnek, zúznak. Tehát úszítok, igen. Tehát nem ez a megoldás. Mert hogyha értelmes emberek tüntetnének, akkor őket nem lehetne úszítani. Na most, de viszont mivel nem értelmes emberek szoktak tüntetni ugye a világunkban, szerte a világban, ezért könnyen lehet őket úszítani, aztán mindenféle nagy probléma lesz belőle. De minimum az kellene minden egyes embernek, ezt tanultam annó annak idején, hogy hát legalább, mit tudom én, azt mondani magában, vagy hangosan, hogy ez micsoda szemétség, vagy, érted? De az emberek még ennyit sem csinálnak már, érted? Ennyit sem. Tehát
egyszerűen mindent eltűrnek. Tehát minél butább egy ember, annál inkább tűr el mindent. Hát most gondold végig, csak most mondok példát. Mit tudom én, itt volt a Covid. Mikor azt mondták, hogy jó, nem mehetnek ki az utcára. És mit csináltak volna, ha kimegy mindenki? Lelőtték volna őket a géppisztolya, vagy mit? Mit csináltak volna? Semmit. Oké? Semmit nem csináltak volna. Azt csinálták volna, hogy fogták, azt visszavonták volna az egészet. Mert nem tudnak mit csinálni. Érted? Tehát, de az elbutult emberekkel bármit meg lehet csinálni. Bármit. És gondoljátok végig, micsoda elbutulás van a fiataloknál. Tehát amióta a világ a világ, mióta ilyen tüntetések vannak, 1800-as évek óta, kik hozták létre ezeket a tüntetéseket? Nem az öregek, az egész fiatalok, a serdülőkor követő emberek egészen, mit tudom én, 35-40-ig. Érted? Ők vettek részt. A többiek nem. És tehát lényeg az, hogy mondhatjuk azt, hogy a forradalmokat is ők robbantották ki. Tehát most nézted mondjuk a, tudom én, a francia tüntetéseket, mikor gyújtogattak meg mindent, hát az mindenki fiatal volt. Egy idősebb nem volt köztük. Tehát a fiatalok csinálták mindig az elégedetlenkedést. Itt nálunk a fiatalok inkább Azária koncertre mennek. Érted? Azon kiszámoltam, gyakorlatilag az összes fiatal, az a korosztály, az ott van Azária koncerten, érted? Úgy, hogy nekik sokkal, de sokkal nehezebb az életük 10-20 évesként, mint nekünk volt 10-20 évesként. Sokkal nehezebb, érted? Tehát látni, hogy mennyire sikerült elvenni az emberek eszét. Szó szerint. Most gondold végig, mit tudom én, csak egy Azária koncertre elmegy egy stadionnyi ember, mondjuk ez a stadionnyi ember kiment volna az utcára, mikor a lezárások voltak. Mit tudtak volna vele csinálni? Mondjuk egy stadionnyi fiatal kiment volna az utcára, csak szépen békésen. Érted? Akkor mit tudtak volna velük csinálni? Semmit. Az égett a világon. Azt tudták volna, hogy fogták volna, és visszavonták volna az egészet. Világos? De az Azária koncertre el tudnak menni. Tehát ezt a mi időnkben, mikor én voltam fiatal, nem tudták volna megcsinálni. De ezt tudod, mit jelent? A mi időnkben a fiataloknak sokkal magasabb hangulatuk volt. Miért lehet a fiatalokat, meg a többieket, tehát a többieket bekorlátozzák, azt hagyján, mert már az idősebbeknek nem jó a hangulatuk. És ezáltal ez úgy működik, hogy tisztában legyünk, hogy minél rosszabb hangulatú egy ember, annál inkább nincs szabadság igénye. Oké? Tehát annál jobban tűri a bezártságot, annál jobban nem akar kimozdulni otthonról, minél rosszabb állapotú, hangulatú. Na most gondold végig, hogyha a fiatalok simán elviselték a bezárattatást, akkor milyen hangulatúak lehettek a fiatalok? Jó, tehát? De hát végül is lehet következtetni, mert mondjuk
megnézel mondjuk egy mai modern zenét, amit a fiatalok fölkaptak, akkor látod azt, hogy annak a zenéhez semmi köze. Oké? Látod, hogy a maga szövege az valami borzadály. Borzadály, érted? Tehát ez azt jelenti, hogy minél rosszabb állapotú egy ember, annál rosszabb zenét hallgat. Tehát én például soha életemben nem szerettem az operát. Soha. Operát. Soha. Tehát az olyan messze állt tőlem az opera, mint Makó Jeruzsálemtől, pedig képzeljétek el, gyerekkoromban az operaházba fölvettek énekesnek. Kórusba. Érted? És annak ellenére baromi messze állt tőlem a gyerekkoromban is az operától. Ezért kirugattam magamat. Elég gyorsan. Jó, tehát lényeg az, hogy nem én akartam ezeket akkor, hanem a szüleim természetesen. Lényeg, hogy egy jó állapotú ember az, tudod, milyen zenét szeret? Amire lehet táncolni. Akármilyen hihetetlen. Tehát, hogyha te nem szeretsz tánczenét, akkor te nem vagy kellően jó állapotú ember. És ha te mondjuk imádod az operát, akkor meg ne is beszéljünk a te hangulatodról. Oké. Tehát én ismertem olyan embert, nem sokat, akikkel egyszer elmentem operába, és azt mondtam, hogy soha többet. Ismertem olyat, hogy így visszaemlékezve a hangulatára, nem csodálom, hogy szerette az operát. Hát gondold végig, a jó kedvhez ahhoz mulatság kell, az jó zene kell, tehát tánczene kell egy jó hangulathoz, nem busuljunk zene, oké? Okay. Vagy örjöngünk zene, azt tudod mit jelent? Örjöngünk zene, az a haragos emberek zenéje, az örjöngünk zene. Örjünk meg, tomboljunk rá, meg örjöngünk. Az a haragos emberek tombolnak, meg örjöngenek. Tehát gondold végig, ha a 10 éves generáció, meg a 20 éves generáció tombolni, meg örjöngeni akar, az azt jelenti, hogy már haragszinten vannak. Mi lesz velük később? Tehát az élet az úgy működik, ahogy öregszik a legtöbb ember, akik megélik természetesen, úgy romlik a hangulatuk. Az én nagyapám az úgy működött, hogy mindig jó hangulatú volt. És az utolsó, halála előtt utolsó 3 hónapban nem. Oké? És élt 87 évig. És abban a 3 hónapban leromlott a hangulata és meghalt. Ennyi. A ma a legtöbb ember megszületik, lerajzolnám neked, jó? Még nem is rajzoltam izén. Első részben. Felsőt eszembe. Jó? Tehát mindjárt beindítom ezt, kíváncsi vagyok, hogy így, itt a PowerPoint-nál működik-e. Ja, most elállítottam itt mindent, nem ez kell nekem, hanem ez kell. Na nézzük. Egy kis tanítás belefér. Jó, tehát szuper, nagyon jó. És akkor simán kilépek belőle majd. Tehát az ember megszületik, mondjuk, hát ábrázoljuk egy grafikonon, jó?
Tehát itt legyen egy grafikon. És legyen itt a, mondjuk a halál. Ja? És itt meg a, ez meg a hangulat. Ez is H. Halál. Halál, hangulat. Még a két betűvel jelölném, akkor is ugyanaz lenne. Ja, tehát ha-ha. Ha-ha. Szóval. És igen ám, de itt a grafikonnak van egy másik része is. Ugye itt mondjuk megfogantál. Ez a fogantatás. Ez a, tehát fogantatás, születés, és itt a halál a végén, jó? És akkor valahol itt zárjuk be. Itt a halál. És az embereknek a hangulata így alakul. Jelenleg. Nem, azt rajzolom le először, hogy régen hogy alakult. Az embereknek hangulata úgy alakult, hogy itt megszülettek, oké? Tehát egy nagyon magas hangulaton, és ezt a hangulatot tartották, nagyon kicsit csökkent csak maximum. Menjünk, haladjunk, haladjunk, haladjunk. És akkor itt a végén lecsökkent. De viszonylag rövid idő alatt. A mai ember az körülbelül ide születik hangulatba. Utána megszületik és így esik le a hangulata. És akkor utána itt alacsony hangulaton itt szépen megy lefele. Ez a mai ember. Oké? Az azt jelenti, hogy már eleve alacsonyabb hangulaton születnek. Tehát a legnagyobb befolyás egy ember hangulatára, tudod, mikor történik? Az első 9 hónapban. A fogantatás és a születés közötti 9 hónapban. Utána a második legnagyobb befolyás az egyén hangulatára az első 7 év. Tehát mondjuk tételezzük föl, az valahol itt van. Jó? Tehát nyilván nem arányosan rajzoltam. Oké? Utána a következő 7 év a legnagyobb befolyás. De a legnagyobb mégis nem az első 7 év, meg a következő 7 év, hanem a fogantatástól, beleértve a fogantatást is, odáig, hogy megszületett. Tehát eleve rosszabb hangulatúak a szülők, mint régen. Akkor az azt jelenti, hogy rosszabb hangulatú gyerekek fognak megszületni. Világos ez? Ráadásul ugye, mivel társadalmi szinten rosszabb a hangulat, mint régen, ezért ugye a társadalomban az emberek hatása az rosszabb, mint régen. Tehát még jobban befolyásolja őket az életük során ugye a rossz hangulatú emberek. És ezáltal van az, hogy viszonylag hamar leesik a hangulat. Ha megnézed, általános iskola alsó tagozatában már rossz hangulatúak a gyerekek. Tehát általános alsó tagozatában már rossz hangulatúak. Régen, az én időmben mi középiskolában is tök jó hangulatúak voltunk. Pont ez volt a baj. Jó hangulatok voltak. Gondold végig, ha te is jártál iskolába, akkor azt tudod, hogy a jó hangulatú gyerekek zavarják a tanár előadását. Ez olyan, mint a szemináriumkor. Amikor ugye már ott tart a szemináriumunk, hogy már az emberek hangulata jó magas, akkor kiállnak a házigazdák, és akkor időbe telik, mire a zsivaj elül. Miért? Mert jó hangulatúak. A rossz hangulatú emberek beülnek a székbe,
és már is meg se nyikkannak, meg előtte se beszélgettek. Érted? Tehát gondold végig, a rossz hangulatú emberek azok fogják, és otthon maradnak. Valami bekapcsolódott, de mi? Hát tudom, mi bekapcsolódott a hang, de hogy? Nem tudom. Jó, kikapcsolódott. Akkor azért. Egyszerre, igen. Na, mindjárt visszaadom. Jó. Szóval, elérték azt, tehát nem az emberek maguktól lettek rosszabb hangulatúak, hanem az embereknél elérték, hogy rosszabb hangulatúak legyenek. Mivel érték el? Nagyon egyszerű. A kizsákmányolással érték el. Minél nagyobb a kizsákmányolás, annál rosszabb hangulatúak az emberek. Ennyi. Ezt úgy hívják, hogy mondom még egyszer, kizsákmányolás. Soha az elmúlt évszázadokban nem volt akkora kizsákmányolás, az embereket nem zsákmányolták úgy ki, mint most. Soha. Mit jelent a kizsákmányolás? Az, hogy te dolgozol, valamilyen értéket létrehozol, és annak hány százalékát kapod meg. Minél kisebb százalékát kapod meg annak az értéknek, amit létrehoztál, annál jobban kizsákmányolnak. Világos ez? Ráadásul, ugye, már egy olyan világban élünk, például ezelőtt mondjuk 40 évvel, nem volt olyan, hogy munkanélküliség. Nem volt olyan. Nem voltak munkanélküliek. Az azt jelenti, hogy mindenki, aki akarta, volt munkája. Tehát nem volt olyan, hogy valaki ne találjon magának munkát. Ilyen nem létezett. Oké? Na most, azáltal, hogy minél jobban el lehet érni azt, hogy ne találjon valaki munkát, annál jobban ki lehet zsákmányolni az embereket. Világos ez? Mert logikus, annál jobban fog ragaszkodni a saját munkahelyéhez, és annál nagyobb kompromisszumba tud belemenni, hogy a munkahelye megmaradjon. Nem tudom, világos-e? Tehát gyakorlatilag a technika azt segíti elsősorban, hogy az embereket ki lehessen zsákmányolni. Mert a technika révén egyre kevésbé van szükség az ember fizikai és szellemi képességére, egyre kevesebb munkahelyre van szükség, és az embereket ki lehet zsákmányolni. Világos ez? Azáltal, hogy fél attól, hogy elveszíti a munkahelyét. Jó? De ezt nem csak már megcsinálják az alkalmazottakkal, hanem megcsinálják a kisvállalkozókkal is. Tehát, hogy a kisvállalkozásokat ellehetetlenítik, és ezáltal a kisvállalkozók is egyre jobban kizsákmányolhatók. Világos? Tehát a technikának a fejlődését, mintha nem jó célra használnák. Honnan tudni, hogy nőtt a kizsákmányolás? Több pontos adat van ezzel kapcsolatban. Például nyugaton a 70-80-as években, tehát nem itt keleten, tehát nem Közép-Kelet-Európában, nyugaton Amerika, Észak-Amerika és Japán
és Nyugat-Európa úgy működött, hogy a nőknek nem kellett dolgozni, egy fizetésből megéltek, a férfi fizetéséből. Oké? És ezt elkezdték megszüntetni. És most már egyre inkább az van, hogy lassan már két fizetésből is nehezen élnek meg az emberek, nem csak itt nálunk. Oké? Akkor ugye a másik dolog ezzel kapcsolatban, hogy ha megnézed a magát a kizsákmányolást, soha nem volt ilyen mértékű, ilyen vagyonnal rendelkező emberek és családok a Föld történetében, az emberiség történetében, nem a Föld történetében, a jelenlegi emberiség történetében. Tehát a mostani milliárdosok, dollármilliárdosokra gondolj, gazdagabbak, mint valaha bárki a Földön. Érted? Hogy lehetnek gazdagabbak, mint bárki a Földön? Tehát sokkal gazdagabbak, mint a királyok voltak annak idején. Hogy lehetnek ilyen ultragazdagok? Hát, hogy másoktól elveszik. Csak úgy. Világos ez? És ezt kik hagyják? Az elbutult nép. Minél jobban elbutul a nép, annál gazdagabbak lesznek az emberek. Egyesek. Egyesek. Tehát ha megnézed, a Föld 3%-ánál több vagyon van, mint a 97%-nál. A Föld 3%-ánál. Oké? Tehát 100 emberből 3-nál több vagyon van, mint a többi 97-nél. Tehát akkor mi ez, ha nem kizsákmányolás? Hm? Mi? Ja, vissza tudok menni. Remélem. Ja, és akkor ide. Tudok neki egy eszképet nyomni. A, remek. Jó. Oké, ezt ide letesszük, és akkor nagyszerű. Tehát az elbutulás következménye a helytelen cselekvés, aminek következménye a rosszabb élet. Hát most gondold végig, a szakmádban, ha rossz állapotban vagy, nagyobb a hiba lehetőséged. Tehát, hogyha hibázol, annak következménye lesz. Nem pozitív, hanem negatív. Oké? Egy jó állapotú ember, az sokkal kevesebbet hibázik. Oké? Sokkal ritkábban. Minél rosszabb állapotú ember, annál többet hibázik. Majd a hibázásról még visszatérünk. Vagy a hibázásra. Nézzük tovább. Minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Gondold át, milyen lesz a jövőnk, a gyerekeink jövője, ha aktívan nem teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Tehát, a múltkor is elmondtam, most is elmondom, hogy én megéltem a nagyszüleim generációját, a szüleim generációját, a saját generációm generációját, a következő generáció generációját, az a nagyfiam, az utána következő generációt is megélem, mert az a kisfiam, ez 5 generáció. Már van egy 6. generáció, amire van rálátásom az unokám révén. Oké? 6 generáció. Amit én a saját bőrömön megéltem. Látom a különbséget. Te a fiatal vagy, nem láthatod ezt a különbséget, mert nem éltél meg 6 generációt. Érted? Én megéltem, pedig még nem vagyok annyira vén. Érted? Még lehet, hogy megélek egy 7. vagy egy 8. is, érted? Tehát gondold végig, látom a különbséget. Kiknek volt
a legjobb életük, mi az, hogy legjobb élet? Ne anyagi szempontból nézd a legjobb életet, hanem hogy hogyan érzik magukat az emberek, milyen hangulatúak, érted? Minél rosszabb dolgok történnek egy emberrel, annál rosszabb hangulatúvá válik. Egyetértünk? Igen. Na most gondold végig. Jó, a legjobb állapotúak, az nagyszüleim generációja volt, pedig ők két háborút éltek meg. Két világháborút. Mégis ők voltak a legjobb állapotúak. A szüleim generációja már nem volt olyan jó állapotú, az én generációm még kevésbé, a nagyfiam generációja még kevésbé, a kisfiam generációja még kevésbé. Ez van. És ez nem automatikus dolog, ezt intézik, rendezik, hogy ez így legyen. Oké? Elérik, hogy így legyen. Soha nem volt ilyen, hogy nincs semmi baj, és akkor kijárási tilalom, érted? Meg nem lehet, mit tudom én, csak akkor bemenni bizonyos helyekre, beoltattad magad. Nem, nem is oltás, az vakcina, mert ne keverjük össze az oltást a vakcinával. Az oltás az ugye köztudottan úgy működik, hogy valami betegségre adják, egy betegség megelőzésére. De ezt a, és mikor, ha valaki például, mit tudom én mondjuk, be akarnak oltani egy kisgyereket, és a gyerek éppen meg van fázva, nem oltják be. Vakcináztak mindenkit, független attól, hogy meg volt fázva, nem volt megfázva, akármi baja volt, akkor is vakcinázták, érted? Tehát ez is fura, tudjátok mi? Hogy szerte Európában, meg a világban pereket indítottak azok a károsultak, akik az oltás miatt bebizonyítottan betegségekben szenvednek most. És sorban nyerik meg a pereket. Magyarországon még ilyen per nem történt. És a szomszéd országokban is történt már. És Magyarországon még próbaper sem volt. Oké? Tehát furcsa, nálunk nem beteg. Én személyesen ismerek több olyan embert, aki elmondta, hogy azóta beteg, mióta beoltották. Oké? És nem fordulnak ügyvédhez. Nem kezdenek el pereskedni. Tehát magyarul itt vagyunk mi birkák, lehet velünk csinálni azt, amit akarunk. Tehát elég birka nép vagyunk, ha ezt jobban megnézzük. Én nem oltottam be magam, nem is fognak engem beoltani sose, az hód biztos. Úgyhogy erről ennyit. Oké? Akkor is mondtam már az első pillanattól, hogy be ne oltasd magadat. Mégis ennek ellenére többen beoltatták magukat, azok közül is, akik engem hallgattak. Tehát hogy lehet beoltatni valakinek valamire magát, illetve vakcináztatni, ha azt se tudja, hogy mire jó, meg azt se tudja, mi van benne. Megnézted azt, hogy ezekben a vakcinákban mi van? Most már lehet tudni. Mi volt? Tudod, milyen felsorolás van? Lepetézel, hogyha ha megnézed, érted? Érted? Tehát most már nyilvánosságra adták, hogy ezekben a vakcinákban mi van. Mi volt. Érted? És ami hihetetlen felsorolás. Még jó, hogy élnek az emberek, akik megkapták. Mert több olyan dolog is van, ami halálos méreg, csak kis mennyiségbe rakták bele. Érted? Halálos méreg. Na nézzük tovább. Ugyanis ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. És ezt láthattad gyönyörűen.
Kronosz elég jól eluralkodott. Eszesebbé kellene tenni az embereket, nem gondolod? Hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világért. Nézzük meg, mit is csinálunk. Mi ezzel foglalkozunk? Eszesebbé tesszük az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világért. Rendszeresen tartunk ember és életjobbító coach képzéseket. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Legalábbis a mi értelmezésünkben. A coach az egy szakma is egyébként. Amelyek által, tehát ennek a tudásnak által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az emberek elől eltitkolt tudásokhoz, az eltitkolt élet és emberismeretekhez, eltitkolt tudatossághoz, eltitkolt személyiségfejlődéshez, gyakorlási lehetőségekhez és így a képességekhez is. Mert ugye hiába tanulsz valamit, ha nem tudsz gyakorolni. Ha nem gyakorlod, amit tanultál, akkor nem fejlődik belőle ki képesség. Hozzásegítjük a tanuló partnerinket ahhoz, hogy a tudás révén képesek legyenek szeretetben, egészségben, elismerésben, és szabadon élni tovább az anyagi függetlenség tudásához, technikájához, hogy boldog életet élhessenek. Tehát itt nem csak tudásról, hanem technikákról, módszerekről is szó van. Rendszeresen elég tudást adunk az emberre és az élet működéséről. Coach képzéseink által az üzlettársaink képesek helyesen bánni minden életterületeikkel. Önmagukkal, párjukkal, szüleikkel, gyerekükkel, másokkal, munkájukkal, pénzükkel, környezetükkel, hatóságukkal és az Istenükkel. És tudod, mi van ezekkel? Itt van 10 terület. Van egy úgynevezett nyugati társadalom, amiben élünk. Persze ezt mindenki tudja, hogy vannak ilyenek, hogy önmaga, párja, szülei, mások, munka, pénz, környezet, hatóság. És a tizedikkel. Te hogy állsz ezzel a tizedikkel? Jó kérdés, mi? A múltkor beszélgettem valakivel, ő hívott, úgyhogy ő beszélgetett velem. Én csak hallgattam. Igen. És elkezdett arról beszélni, hogy ő itt tanul, érted? És hogy ott miért nem támogatják abban, hogy ne legyen annyi problémája. Miért kap ő problémát? És akkor egyébként szerintem hallgat most is. Ha most nem, akkor majd felvételről. Hogy miért kap ő az Istenétől, az Istentől, miért kap annyi problémát? Hiszen ő itt van is. És gyakorlatilag azt mondta, hogy megtesz mindent. És hogy ő miért kap problémát? Tehát magyarul, hát egy olyan bizalmatlanságot fejezett ki ebben a tizedik életterülettel kapcsolatban, mint a húzat. Na most ez úgy működik, hát gondold végig, tételezzük fel, mondjuk rád lenne bízva egy ember. Te tudással, képességekkel rendelkezel, és az úgy lenne rád bízva, hogy vezesd, tanítsd, irányítsd őt. De ő, neki a hozzáállása az irányodban olyan lenne, hogy azt mondanád, hogy ó, Istenem. Oké? Meddig segítenéd? Állandóan? Érted? Tehát ha nem bízna benned, nem hinne benned, nem csinálná azt, amit szeretnél, tehát csupa nem. Meddig segítenéd őt? Hát egy darabig nem, ameddig azt mondanád, jó, akkor elég volt.
Tehát ha valaki ide jár tanulni, akkor talán használni is kellene azt, amit itt tanul, nem? Tehát az nem ér semmit, hogyha tanulsz valamit és nem használod. Nézd meg, a 8 általánosból egy év alatt megtanultad azt, amit használsz, írni, olvasni, alapműveleti számítások, 7 év gyakorlatilag feleslegesen zajlott, érted? És nem tudsz belőle használni semmit. Miért? Mert nem használtál belőle sose semmit, érted? Csak tanították, de semmit nem használtál belőle az íráson, olvasáson, és mondom az alapműveleti számításon kívül, vagy számoláson kívül, semmit. Ezáltal nem tudsz azokból semmit, érted? Vagy ha tudsz is, mert még esetleg emlékszel és vissza tudod mondani, de az életedben azt nem hasznosítod semmire. Tehát az ember úgy működik, hogyha valamit tanult, de nem használja, akkor az mehet a kukába. Akkor gyakorlatilag megnézed, ott volt az a 8 év, a 7 év az tök feleslegesen telt el, az ég adta világon semmi értelme nem volt. Ha megnézed, jobban emlékszel arra, hogy mi történt szünetekben, mint hogy mi történt az órákon, érted? Mert a szünetekben legalább jól érezted magad. Így van. És lehet, hogy arra jobban emlékszel, amikor rosszalkodtál az órán, érted? Mint arra, hogy mi a manót tanítottak. És arra legalább valami jó szívvel emlékszel, érted, mikor rosszalkodtál az órán meg a szünetekben, mint arra, amit tanítottak. Szóval itt van ez a 10. terület, hogy vagy te ezzel? Hm? És akkor ha ezzel nem vagy rendben, akkor mit vársz ettől az élettől? Hm? Mit vársz? Akkor az lesz, ami most van, érted? Hogy egyre rosszabb és rosszabb élet. És akkor a rossz szépen eluralkodik a Földön. Tehát itt van két hatalom az emberen kívül a Földön, a gonosz meg a jó. És kivel szerződsz? A gonosszal vagy a jóval? Én a jóval szerződtem, nem a gonosszal, és te? Ha neked az a legfontosabb az életedben, hogy minél több pénzt költsél, akkor te a gonosszal leszerződtél. Nem vicc, komoly. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Mit jelent a jobb világgal? Az emberek fejlődhetnek azért, hogy minél hamarabb szeretetben, egészségben, elismerésben és szabadon, illetve anyagi függetlenségben éljenek. Ha te jó embernek tartod magad, neked is aktívan tenned kellene azért, hogy jobb világunk legyen, vagy nem? És mivel tudsz tenni? A saját személyes fejlődéseddel. Nem az elbutulással, hanem az elbutulás ellentétével. Az azt jelenti, hogy eszesedéssel tudsz tenni egy jobb világért. Ha az emberek eszesednének, akkor nem tudnának azt csinálni velük, amit akarnak. Minden embernek törekednie kellene a szellem és a lelki fejlődésre, mert ez a földi küldetése. És akkor nézzük meg az embernek, mi a földi küldetése. Itt van a földi küldetés, el kellene oda jutni a 6. küldetés szintjére, és utána el kellene jutni a még magasabb lelki szintre. Hát most gondold végig, melyik a jó? A szenvedés, a butulás miatt, vagy hogy helyesen kezeled az élethelyzeteidet, mert okos, értelmes ember vagy? Melyik a jobb?
Hát nyilván ez úgy működik társadalmi szinten is, ahogy butul el a társadalom, úgy a nevelés is egyre rosszabb, a gyerekek nevelése, és a gyerekek még jobban butulnak el. Pedig sokkal értelmesebb szüle, tehát ha megnézzük ezt a, hány generáció volt, amit mondtam? Hat generáció, egyre értelmesebb és értelmesebb emberek születtek. Hát gondold végig, az indigók, azok az 50-es évektől kezdtek el születni. Előtte nem voltak indigók. Érted? Illetve nem születni, akkor váltak tinédzserré, fiatal felnőtté az 50-es években. Akkor mikor születtek? 40-es. Hát a 40-es években. Tehát azelőtt nem voltak olyanok, hogy indigók. Utána elkezdtek jönni az indigók után a kristálygyerekek, érted? Majd a szivárvány gyerekek. Sokkal, de sokkal értelmesebbek, mint valaha volt leszületett gyerekek. És ehhez képest a társadalom, és tömegesen elkezdtek ilyen gyerekek születni, onnantól a 40-es évektől. Érted? És annak ellenére a világ egyre rosszabb és rosszabb. És ez csak az kell, hogy elnyomod az embereket, vagy elnyomják az embereket, és akkor ilyen szintre, ilyen elbutult szintre jutnak. És annak a legjobb eszköze az, hogy te legyél alkalmazott. Mert ha alkalmazott leszel, akkor félni fogsz attól, hogy kirúgnak, hogy elveszíted a munkahelyedet, ezért mindent megteszel. Maximálisan kizsákmányolhatóvá válsz, és már be is zárult a kör. És elérték, hogy a társadalom megforduljon abban a tekintetben, hogy régen a nagyon-nagyon nagy többség az vállalkozó volt, a mai értelembe vett vállalkozó volt, most a nagyon nagy többség az nem vállalkozó, hanem egy kisebbség, egy nagyon kicsi kisebbség a vállalkozó, és a többség az alkalmazott. Simán elérték. Tehát eszesebbnek kellene lenni az embereknek ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az életük. És akkor mi tartunk rendszeres képzéseket, hogy eszesebbé tegyük az embereket. Tehát nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt vagy máshol tanulni, hanem arról szól, hogy létre kell hozni egy jobb világot. És azt nem tudod mással megcsinálni. Mert nem csinálják ezt. Tömegesen nem csinálják. Tehát én nem mondom azt, hogy nincsenek olyan tanítók, akik próbálnak eszesebbé tenni embereket. Csak nincs módszerük ahhoz, hogy ezt tömegesen megtegyék. Már csak itt a PPA-nál, vagy mert csak itt a PPA-nál van meg ehhez az előélet, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség, az emberek és az etika. Elbutulás miatt az emberiség a saját pusztulása felé halad. Szerintem ebbe egyetérthetünk, nem? Mentsük meg az embereket és ezáltal az emberiséget. Szó szerint. Miért tesszük azt, amit csinálunk? Kaptunk egy csodálatos történelemben egyedülálló lehetőséget. Az emberek lelki fejlődésért legkésőbb 2031-35-ig egy gyönyörű új korszakot kell létrehozni, ez pedig a szeretetkort, az aranykort. Tehát gondold végig, korszakalkotó lehetsz. Korszakalkotók lehetünk. A mi szervezetünk, a PPA az egyetlen és ezáltal az utolsó esély, az emberek számára a tudatosodásra, a szellem és a lelki fejlődésre, a boldog életre, a felemelkedésre, a szeretett kor létrehozására. 2035-től a Földön az emberi élet csak a lelkünk fejlődéséről szólhat. Fogjuk össze az embereket, van egy saját független közösségünk, ahol összefogjuk őket és tanítjuk az embereket. Ezek következtében a tanulóink képessé válnak szeretetben, békében és boldogsággal együttműködve élni azért, hogy a Földön minél hamarabb, de legkésőbb 2035-re szeretett korszak, az aranykor legyen. Most gondold végig, melyikbe szeretnél jobban élni?
egy kizsákmányoló olyan társadalomban, ahol gyakorlatilag mindent kontrollálnak, minden mozdulatodat, mint filmekben volt akár még a gondolataidat is, ezt meg tudják csinálni, hogyha sikerül beléd ültetni csippet, tényleg csippet sikerül beléd ültetni, mondjuk egy vakcina által, és akkor onnantól kezdve még a gondolataidat is tudják. Hát mit gondolsz, minek kell az 5G, meg a 6G, meg a 8G, meg a 10G, hogy ezt meg tudják csinálni? A tudás alkalmazása során a tanulóink képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellem és a lelki fejlődésre. Hozzásegítjük az embereket a küldetésük beteljesítéséhez, azaz, hogy visszakerülhessenek oda, ahonnan jöttek. Megmentjük az emberiséget, kiválasztottak erre a feladatra téged. Hát itt egy gond van, a saját személyes akaratod. Mi PPA-sok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy legyen egy jobb világunk. Hozzásegítjük az embereket, hogy eszesebbek legyenek. Egy teljesen egyedülálló Magyarországról kiindult határokon átívelő világunkat jobbá tevő társadalomfejlesztési programunk van, ami nagyon jó jövedelmező azok számára, akik üzletként is tekintenek rá. Kapott az emberiség legkésőbb 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Tehát mit csinálj te személyesen? Hát először is világosodj meg. Ugye mit jelent a megvilágosodás? Hogy rájön az ember arra, hogy nem azt az életet kellene élni, mint amit eddig élt. Tanulj, fejlődj, haladj a vállalt utadon, kerülj be az aranykorba. Ma a bizonytalan világában mindenkinek szüksége van szellemi fejlődésre, és kellene egy szabadságot nyújtó és elég jövedelmet eredményező saját stabil üzletre és nem alkalmazotti létre. Tehát a tanulóinknak lehetőséget adunk, illetve kapnak az üzletépítésre is, ha ajánlják a nyílt akadémiánál, tehát a nálunk tanulást. Nem véletlenül vagyunk a legnagyobbak, jó? A Unortrade ZRT által felkínált kiváló és egyedülálló PPH üzleted révén, ugye a PPH azt jelenti, az elején megjelent, hogy Problem Prevention Holding. Probléma megelőző, holding az egy ilyen közösség. Révén szabaddá válhatsz, azaz oda mehetsz, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Tehát kaptál most egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, szellemi-lelki fejlődésre és a boldog életre. A Nyílt Akadémia tanulóiként a PPA üzlettel juttatjuk el az ismerőseinkhez az ember és életjobbító kócsképzéseket. Oké? Tehát az ismerőseinkhez. Van havi 30 óra ember és életjobbító kócsképzésünk, amit igénybe vehetett személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül, tévén vagy rádión, illetve videó vagy hangfelvételről, továbbá le is töltheted. Kócsképzéseink piaci értéke havonta 200.000 forint. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most egy akcióban vehetsz részt, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási, és egy 12.500 forintos nagyon kedvező további havi tandíjat kalkuláltunk ki neked, hanem vállaljuk az akciós további havi tandíjad árának fenntartását, tehát a 12.500 forintnak a fenntartását. És akkor gondold végig, ha mondjuk abban is gondolkodsz, tanulóként lehet csak benne gondolkodni, hogy az üzleted eredményei után, tehát ami azt jelenti, hogy szólsz ismerőseidnek, és ha ő tanulóvá válik, akkor a piac legmagasabb jutalékaként az általad szervezettek tandíjából visszajuttat a Unortrade ZRT a
teljesítményettől függően 25%-tól már 77,6%-ig terjedő összeget. És akkor így időrendi sorrendben egymás követően csatlakoznak az emberek, és abban a csoportban elhelyezkedő összes ember tandíjából további jutalékot tudsz kapni a teljesítményettől függően 5%-tól 53%-ig terjedő összeget. De ezt csak a szervezők kaphatják meg, akik nem szervezők, nem kaphatják meg. A PPA és a vezetőt segítségével ezáltal, ha használod a módszert, gyorsan a szervezési módszert, gyorsan képessé válsz 6-7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet elérni. És természetesen a jutalékokat a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod a képzéseinkre, illetve felveheted. Ezért hangzott el például a házigazdáktól, hogy nekik van PPA-ra szervezett saját cégük. Jó? Tehát a PPA üzletre szervezett saját cégük. Jó? Még mehetnénk tovább, de az időhiány miatt visszaadom a szót a házigazdáinknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a mai tudatosságfejlesztő előadást. Hát én elmondhatom, hogy az életem legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz, mert előtte rengeteg problémám volt. Többek között többfajta hitelem is volt, és éppen benne voltam egy válásban is. Tehát elmondhatom azt, hogy a tandíj összegének legalább 5 helye lett volna, amikor elkezdtem itt tanulni. Igazából elmondhatom, hogy az utolsó 20.000 forintomból kezdtem el a képzést. Hál' Istennek már nem itt tartunk. Azóta, amit itt elértem, a tanultak alapján közel 5 év alatt, azaz, hogy például teljesen hitelmentesek vagyunk. Igen. Lett egy férjem, igen, itt találtam meg a feleségem. Igen. Igen, itt ismerkedtünk meg egyébként a PPA-ban. Igen, igen. És hát ugye, amit itt elértünk, az az, hogy ugye miután megismerkedtünk, még az első évben építettünk egy kertesházat, második évben összeházasodtunk, a harmadik évben megszületett a gyermekünk, negyedik évben pedig alapítottunk egy céget. És most itt vagyunk. És ezt mind az itt szerzett tudással értük el mindent a Nyílt Akadémia által. És ezt én is elmondhatom, hogy nekem is az életem legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPA-hoz, mert itt hozott gyökeres változást az életem pozitív irányba. És amiket itt előbb elmondott itt a feleségem, hogy miket értünk el, azokat nélküle és a PPA nélkül valószínűleg soha nem értem volna, főleg nem egyedül. És ha nem kezdtem el volna itt a fejlődést, soha nem jutott volna eszembe magamtól, tehát kihangsúlyozom, hogy magamtól, hogy ilyen léptékű előrelépéseket tegyek az életembe. Azért hangsúlyoztam ki ezt a magamtól szót, mert a fiatalok mit látnak a mai világban, hogy főleg az országunkban, ebben az egyre nagyobb elnyomásban, hogy alkalmazottként sok helyen gürcölni kell azért a kevés pénzén, amit készhez kapnak. És azt látják megoldásnak, hogy kimenekülnek külföldre, kényszerből. Abban a reményben, hogy ott már jóval több pénzt kapnak a munkájukért. Végül is ez részben igaz is, többet kapnak. De hiába kapnak több pénzt, hogyha ugye fel volt is sorolva a 10 életterület, nem csak a pénzről szól az élet, mert csak egy a 10 közül. És a többi nem működik jól az életedben, mert nincs hozzá tudásod, módszered, sőt, segítséged, hogy hogyan működtesd jól, akkor nem leszel tartósan boldog az életedben. És kiemelném itt is a segítség szót, mert itt a PPH-nál azt is kapunk. Mindenkinek van saját vezetője, vagy vezetői, mentorai, akitől kérdezhet, fordulhat hozzá segítségért, ha elakad valamiben az életében.
és akik kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete. Szedlacsik Miklós úgy él, ahogy tanítja. Égi etikai alapokra van helyezve az egész élete, és így a tanítások is. Ezáltal ő a leghitelesebb mester. Erről személyesen is meggyőződtünk már sokan, akik itt tanulunk, ugye én személyesen 5 éve, a férjem pedig 8 éve már. Ismerd meg személyesen. El lehet jönni ide a budapesti irodába minden szerdán 18 órától, és vasárnap pedig 16:30-tól, és lehet a mesterrel találkozni, illetve beszélni személyesen. Mit veszíthetsz? Nincs mit veszítened. A budapesti irodán kívül az ország több pontján van még lehetőség arra, hogy személyesen megnéz egy előadást és képzést egyszer díjmentesen. Szó volt ugye a tandíjakról, de mégis ez a csekély tandíj ellenére mégis nem elfogadott sok ember számára, sőt valakinek az felháborító is, hogy miért van a képzésnek ára. Miért nem adja a mester a tudást ingyen? Ennek egyszerű oka van, még amíg anyagi világban élünk, amíg létezik a pénz, addig ez a csere legegyszerűbb formája. És ugye arról is szó volt még, most a kivetítőn látszik is, hogy hozza össze azzal a mester, hogy anyagi jólétet is biztosítani tud. Na miért lett így felépítve ez a rendszer? Miért építette fel így ezt a rendszert? És ennek egyszerű oka van. Induljunk ki abból, hogy a bolygón az emberek túlnyomó többsége a hatalmi elit által létrehozott alkalmazotti létben él. Ugye erről szó volt. Ami az elnyomásnak egy fajtája. És gondoljunk bele, hogy egy ilyen elnyomott életben hogyan tudnának elég időt, energiát, figyelmet, szeretetet és tudást továbbadni az emberek? Sehogy. Elnyomásban nem tudunk jól működni normálisan. És pontosan ezért, akik tesznek egy jobb világért, el tudnak jutni egy olyan anyagi bevételhez, hogy el tudják érni, hogy kilépjenek az alkalmazotti mókuskerékből. Ugye itt a kivetítőn is látszódik, hogy a tandíjak 77,6%-a vissza van juttatva azok számára, akik ajánlják másoknak a képzést, vagyis részt vesznek abban, hogy létrehozzuk az aranykort. Hol találsz még egy ilyen helyet a Földön? És elhangzott az előadás előtt, hogy Szedlacsik Miklósnak van a legtöbb tudása az aranykorról. Az aranykori társadalom ugyanúgy, mint az egész univerzum működése, az etikára van építve. Nálunk ez egy alapképzés. Úgy szoktuk hívni, hogy az alapok alapja. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a PPH aranykori alapokra van felépítve. Egyedülállóan a világon. Nincs még egy ilyen hely. Nem tudják az emberek, hogy élhetnének sokkal boldogabban, sokkal szabadabban, sokkal sikeresebben. Beleragadnak abba a nyomorúságos mókuskerékbe, amiben élik mindennapjaikat, és észre sem veszik. És mit tudunk nyújtani neked? Egy szabad, boldog, sikeres életet. És ehhez mindössze annyira van szükséged, hogy elkezd nálunk a tanulást, a fejlődést, és ahogy minél jobban elsajátítod, beépíted az életedbe azt a tudást, amit itt kapsz, elkezd az életed jobb irányba menni. És ezáltal nem csak a sajátodé, hanem a mások élete is. Mert ezt a tudást tovább fogom majd adni másoknak is. És garantálom, hogy itt 3 hónap alatt, hogy azt szoktuk javasolni, hogy körülbelül 3 hónap, hogyha jössz ide tanulni, 3 hónap alatt nagyjából átlátod a rendszert, hogy mégis hogyan épül fel. És ezáltal a 3 hónap alatt sokkal több az életed bármely területén hasznosítható tudáshoz jutsz, mint az alatt az idő alatt, amit a kötelező oktatás ideje alatt tanultál. Mert ezt a tudást az iskolákban nem tanítják. És ugye a tandíj összegéről volt már szó, ugye Szedlacsik Miklós mesterünk is elmondta, ugye még most akciós az első havi tandíj 19.700 forint, a következő hónaptól szintén akciósan csak 12.500 forint. És ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget is.
Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő coachképzésünkbe. Hogyan tudsz csatlakozni, ha esetleg nem vagy jelen az irodában? Keres egy szimpatikus PPH-st a Facebookon, Instagramon, TikTokon, és írd neki üzenetet. Ő pedig segíteni fog a csatlakozásban. És azt javasoljuk neked is, hogy ne halogass semmiképpen sem. Kezd el a Nyílt Akadémián a tanulás most, és biztos, hogy te sem fogod megbánni, úgy, hogy mi sem. A szünet után párkapcsolat coachképzésünk lesz, amely, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy elsőre nem érdekel az ajánlatunk, ha tegyük fel, most elsőre hallgatsz minket, akkor ezzel néznél meg egy pár előadást a YouTube-on. Van körülbelül 1000 videó, amik közül válogathatsz, és biztos vagyok benne, hogy találni fogsz olyat közülük, ami elnyeri a tetszésedet. Végszóul pedig örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, most elköszönünk tőled. És nagyon szépen köszönjük, hogy házigazdák lehettünk a mai nap, és akkor most pedig 30 perc szünet következik. További szép estét kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!